Közeleg a határidő. Augusztus 31-ig kell kormánydöntés a strand helyén kialakítandó parkolókról. Okos zebrák. Újabb három átkelőnél figyelmeztetik LED elemek az autósokat a gyalogos forgalomra. Érezd Szombathelyt. Augusztusban kertmozi, koncertek és kalandváros jubileum is ad programot. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Már csak 30 nap. Augusztus végén lejár a határidő, ameddig meg kell születnie a kormányzati döntésnek arról, hogy az egykori városi strand helyének utolsó darabján parkolók épüljenek. Nem látja a városvezetés az ehhez ígért, mint egy 500 millió forint helyét a központi költségvetésben. Gazos, füves terület a kerítés mögött, jelenleg a Markusovszki utca és a Horváth Boldizsár körút sarkán. Amikor eladta a város a régi strand ezen részét, akkor lakásokat, üzleteket és azokhoz parkolókat tervezett ide a terület új tulajdonosa. Azonban 1500 szombathelyi aláírásával fejezte ki igényét, árnyas parkolókat szeretnének a saroktelekre. A városvezetés visszavenné a telket és kialakítaná a parkolókat kormányzati forrásból. Ehhez szóbeli ígéretet kaptak Szombathely országgyűlési képviselőjétől, emlékeztetett sajtótájékoztatón Horváth Attila alpolgármester. A vállalkozóval kötött adásvételi szerződés értelmében augusztus 31-ig kell megszületnie a kormányzati döntésnek arról, hogy a terület visszavásárlásához és a parkoló építéshez szükséges összesen mintegy 500 millió forintot biztosítja a kormány. Miniszterelnök úr bejelentette, hogy azok a beruházások, amik nem kezdődtek meg, azokat megállítják bizonytalan időre. Tehát összességében inkább gondoljuk azt, hogy nincs pénz ennek a projektnek a megvalósítására, mint azt, hogy van. Ha és amennyiben ez így van, és tényleg nincs pénz arra, hogy itt parkolókat létesítsen állami pénzből a Szombathelyi Önkormányzat, akkor én azt gondolom, hogy egy felelős politikus, egy felelős vezetőnek ilyenkor az a dolga, hogy kiáll a szombathelyiek elé, és szerintem Hende Csabának, ha nem tudja teljesíteni a választási ígéretét, akkor ki kell állnia a szombathelyiek elé, és elmondani, hogy sajnos ő ezt nem tudja teljesíteni, és hát esetleg elnézést is kéne kérnie. A szombathelyi önkormányzat teljesítette már a vállalás ráeső részét, az adásvételi szerződést, a feltételes közbeszerzési eljárást, és azokkal együtt minden rendelkezésre áll, hogy a most gazos terület új parkolóövezet legyen. Újabb három okos zebra szolgálja a gyalogosok biztonságát Szombathelyen. Múlt hét óta a Váci Mihály utcában, a Sörház és Hollán Ernő, valamint a Kodály és Simon István utcák kereszteződésében aszfaltburkolatba épített LED elemek figyelmeztetik az autósokat az átkelni szándékozó gyalogosokra. A fejlesztést az Aptív támogatta több mint 10 millió forinttal. Nappali fényben is jól látszik, hogyan villannak fel a LED elemek az úttesten, ha gyalogos közelít az átkelőhelyhez. Múlt héten helyezték üzembe az új okos zebrát az Orlai iskola előtt. Az erős fény arra figyelmezteti az autósokat, hogy lassítaniuk kell. Ezek ténylegesen csak akkor lépnek működésbe, amikor a mozgásirányi érzékelő kamerák ezek valódi átkelési szándékot jeleznek, úgyhogy így nagyon jól tudnak egyébként jelezni ezek a LED elemek, az autósoknak nagyon jól tudják figyelmeztetni őket, hogy most bizony tényleg meg kell állni. És nagyon jók a visszajelzések a 11-es Husszaútól is, meg egyébként már erről a három helyszínről is a múlt hét óta kaptunk pozitív visszajelzést. A város első okos zebráját tavaly márciusban adták át a 11-es Husszaúton forgalmas helyen, ahol nap mint nap több száz gyalogos halad keresztül a négy sávon. A közlekedés biztonságot szolgáló fejlesztés jól vizsgázott, így most újabb három helyszínen alkalmazták ugyanezt a technológiát. Mozgásérzékelő kamerákat helyeztek el a már meglévő átkelő két oldalán, ezek hozzák működésbe a fényforrásokat. Ez egyrészt az infrastruktúra fejlesztési programunkba is tökéletesen illeszkedik, azon kívül pedig amennyire a szerény költségvetési lehetőségek jelenleg ezt lehetővé teszik, annyira egyébként az okosváros fejlesztési koncepciónkba, illetve a Szombathelyi 2030 programba is maximálisan beleillik. Én nagyon hálás vagyok tényleg az Active Services Hungary Kft-nek, hiszen ők biztosították azt a 10,2 millió forintot,
amiből ezen a három helyszínen a meglévő gyalogátkelő helyeknek a felokosítása az le tudott zajlani. Mostantól a Váci Mihály utcai zöldségboltnál, valamint a Kodály Zoltán és Simon István utcák kereszteződésében is okos zebra szolgálja a gyalogosok biztonságát. A tanácsnok azt reméli, hogy jövőre további átkelők válhatnak okossá, hiszen több forgalmas zebránál is indokolt lenne a rendszer kiépítése. Koszorúzással emlékeztek a holokauszt roma származású áldozataira. Már 7000-en látták a Szavária Múzeum Sziszi kiállítását. Történelmi szabaduló szoba az Agóra táborában a játékos tanulás jegyében. Sok-sok játékkal várta a családokat a Kalandsziget. Rövid híreink következnek. 1944. augusztus 2-án éjszaka végezték ki az Auschwitz-Birkenaui cigánytábor mintegy 3000 lakóját. Ez a nap a roma holokauszt világnapja, amelyről idén is koszorúzással emlékeztek meg a Jászai Mari utcában. 1944. november 4-én ezen a helyen gyűjtötték össze a szombathelyi és a vasmegyei romákat, mintegy 300 családot. Majd 5 nappal később innen indították őket útnak Komárom felé, és tovább a haláltáborokba. A megemlékezésen részt vettek a vasmegyei és a szombathelyi önkormányzat, valamint a roma nemzetiségű önkormányzat vezetői. Koszorút és mécseseket helyeztek el az emlékműnél, amely 1994 óta hívja fel a figyelmet a történelem borzalmas időszakára, hogy többé ne történhessen hasonló. A 7000. látogatót köszöntötték pénteken a Szavária Múzeum Sziszi királyné feketén-fehéren című kiállításában. A szombathelyi Fischer Kránitz Nóra Jáki családtagjaival érkezett a tárlatra, ahol Víg Károly tudományos igazgató helyettes ajándékcsomaggal fogadta. A mintegy 70 műtárgyat felvonultató nagyszabású kiállítás márciusban nyílt meg. A látogatók közelebbről is megismerhetik Erzsébetet, a magyarok szeretett királynéját. A kiállítás augusztus végéig látogatható. 27-én 2 alkalommal is záró tárlatvezetést tart Kovács Krassói Anikó múzeológus és Medgyesi Konstantin történész. Kreatív módszerekkel játékosan bővíthették történelem tudásukat a gyerekek az Agóra időutazók táborában. A Fáraó átka elnevezésű szabaduló szobában Márci Renáta játékmester az ókori Egyiptomba kalauzolta a táborozókat. A történet szerint régészek egy csoportja feltár egy eddig elveszettnek hitt sírkamrát. A szabaduló szobából furfangos feladatok megoldásával lehet kijutni, amihez elengedhetetlen a csapatmunka. A tematikus pálya lehetőséget ad egy adott témakör, ezúttal az ókori Egyiptom ismeretanyagának nem hagyományos módon történő elsajátítására. Kalandszigetté változott szombaton a csónakázó tósziget. Az Érezd Szombathely programsorozat keretében az Agora Vidám játékos családi délutánra invitált kicsiket és nagyokat. A gyerekek részt vehettek a Kalóz Parti című interaktív foglalkozáson, kipróbálhatták a fajátékokat, tartottak bábszínházi előadásokat, tánc és kapuéra bemutatót, a kreatív játszóházban pedig akadálypályán és labirintuson lehetett végigmenni. Kalandváros jubileum, Hadzsesz Band koncert és a Szombathelyi Egyházmegye nagyszabású jótékonysági program sorozata. Mozgalmasan folytatódik augusztusban az Érezd Szombathelyt. Sárkányos fotófal készült. A napokban a főtéren lehet bárki, kicsi vagy nagyobb sárkány a Kalandváros nyitásának 20 éves évfordulója alkalmából. Sárkányformát mutatott a Kalandváros parkja és játék elemei felülnézetből, ezért a sárkány motívum az ország egyik legnagyobb játszóterének ünnepére. A megszokott játék elemeket mozgalmas programok egészítik ki az évforduló alkalmából. Augusztus 12-én és 13-án lesz koncert, táncház, kézműves foglalkozások, kis huszárprogram, bábszínházi előadás. Közben környezettudatos családi délutánt szerveznek Zöld Sziget címmel a csónakázó tószigetén, és folytatódik a rendkívül népszerű kertmozi. Augusztus 12-én szintén nagyon nagy tömegeket várunk, arra számítunk, hogy a Mamma Mia 1 és Mamma Mia 2 című zenés musicalek vetítésén nagyon-nagyon sokan fognak megjelenni pénteken, és másnap is abban bízunk, hogy szintén sokan lesznek. Augusztus 13-án szintén 8:20 perckor vetítjük az István a király című magyar
sokkal perelt, itt már az augusztus 20-ához egy picit közelítve ehhez a tematikához is kapcsolódunk. Az Érezd Szombathelyt augusztusi eseményei pénteken Hard Jazz Band koncertek kezdődnek a Történelmi Témaparkban, és a hónap vége is koncerteket ígér, akkor lesz a Vár a Püspök Vár sorozat. Fellép augusztus 22-én este 7 órakor Szekeres Adrien, augusztus 25-én este 9 órától a Lordok és Milédik régi nagy slágerekkel kápráztatják el a jelenlévőket, közöttük Dolhai Attila, Nagy Sándor, Poják Lilla és Nádasi Veronika is. És harmadik előadásként a koncert sorozatban augusztus 26-án este 9 órától a Kormorán együttes ad koncertet. Jótékony célú a koncert sorozat, a Nardai Caritas tábor költségeihez igyekeznek hozzájárulni a bevétellel. Én azt hiszem, hogy május végétől ez a 24 helyszínen 82 program, amely kulturális és turisztikai művészeti élményeket ad a szombathelyiek, illetve az ide látogatók számára, az óriási népszerűségnek örvend. A teraszkoncerten közel 2500 ember szeretett volna részt venni, sajnos a befogadó képesség ezt nem tette lehetővé. Az utcaművé, de gondolkodunk azon, hogy jövőre ezt hogyan tudjuk bővíteni. Rendkívül sikeres volt az utcaművészeti hétvége, a kertmozi hétvégék, a családi nap a víztoronynál és a csónakázótónál, és hát most itt vagyunk az újabb állomásnál, amikor nagyon sok program lesz. Az Érezd Szombathelyt sorozat nem ér véget az augusztussal, szeptember 30-áig tart. Két év kihagyás után ismét megrendezték a vasúrányi sportnapokat. A rendezvény sorozat most 3 napon keresztül nyújtott sportos kikapcsolódást az érdeklődőknek. Az egészséges életmód, a mozgás örömmel és a közösségi szellem építése volt az elsődleges célja a vasúrányi sportnapnak, amely hosszú évek óta a régió meghatározó rendezvényének számít. A Covid miatti 2 év kihagyás után idén 3 naposra bővült a program, amely több helyszínen várta az érdeklődőket. Minden évben nagy várakozás előzi meg a falu bikája és a falu legerősebb asszonya megméretetést, ugyanakkor a legnépszerűbb program idén is a falu exatlon volt. 4 csapat részvételével különböző ügyességi feladatokat kellett teljesíteni a versenyzőknek, akik között akadtak visszatérő és újindulók is. Az a cél egyébként a rendezvényen, hogy minél több környező település megmutassa magát, nem csak sportterén, hanem hogyha bementek majd a sátorba, akkor meglátjátok, hogy ilyen kis installációkat csinálnak a saját településekről, ahol egy kis képet kaphatnak a kilátogatók arról, hogy hogy néz ki az ő településük, hogyha esetleg még nem jártak ott, így például Vép, aki visszatérő versenyző, de idén például Nemes Csó is eljött hozzánk, úgyhogy bővülünk ilyen szempontból is. Péntektől vasárnapig több környékbeli professzionális szakosztály és sportegyesület is bemutatkozott a közönség előtt. Az airsoft, a lövészet és az íjászat kifejezetten nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében, akik nem csak a sportág alapjaival ismerkedhettek meg, hanem próbára is tehették tudásukat. A Szombathelyi Darts Club Sportegyesület 2 válogatott játékos a bemutató mérkőzéssel prezentálta a szokák szépségét, a bemutató az idősebbek számára nyújtott kellemes kikapcsolódást. A Szigetországban nagy hagyománya van a rögbinek, amely egyre több embert mozgat meg hazánkban is. A Soproni Egyesület kötelékébe tartozó sportolók rögtönzött bemutatója szintén nagy siker volt. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!